Sziasztok! Helyezzük történelmi kontextusban a mai webizódot. 1879-et írunk, úgyhogy most mindenféle régi filmes effektet rakok ide, amelyek olyannyira nem helytállóak, hogy ebből a korból mindössze egyetlen egy mozgókép maradt fenn. Ráadásul azt is még több fényképezőgéppel lőtték, és az előhívott képeket fűzték be egymás után. Szóval az igazi filmre még bőven várni kell. Tehát 1879. Ez a fickó Magyarország államfője, Jókai Mór 54, Aranyános pedig 62 éves. Adi Endre ekkor fogalmazza meg az első szavait, igaz, ezekből a baba még nem igazán lesz irodalomtörténet. Ugorjunk egyet. Amerikában Edison ebben az évben szerzi meg a szénszálas izzólámpa szabadalmát, hogy aztán jó sokáig csűrje, csavarja és addig-addig finomítson rajta, amíg piacra is tudja dobni. Szóval még széles körben elterjedt villanyvilágításról sem beszélhetünk. Viszont bel már két éve jogi oltalmat kapott a telefonra, és Puskás Tivadar is itt van a kanyarban. Úgyhogy innentől kezdve a hangalapú telekommunikáció előretörése megállíthatatlan. Mint minden iparágat, ezt is lépésről lépésre, apró változásokon keresztül lehetne nyomon követni ezt most nem teszem ebben a videóban. Nézzünk inkább egyetlen egy szabadalmat 1879-ből, tehát ebből az évből. Mint olyan sok más kapcsolódó újítás ebben a korban, ez is a telefonközpontok kapcsolóinak tökéletesítésére született. De nézzük csak meg jobban ezt az ábrát. Feltűnik rajta valami? Hmm? Még közelebbről? Bizony, ez a cucc ott van rajta. Bizony a negyedszolos, vagyis a nagy Jack Dugó már 1879-ben papírra került, hogy rövidesen megkezdesse a pályafutását, először telefonközpontokban, aztán pedig más területeken is hangcsatlakozóként. Ezzel pedig ez a világ legrégebb óta folyamatosan használatban lévő elektronikai csatlakozója. Nem csoda, hogy olyan régóta használjuk ezt a formátumot, hiszen a csatlakoztatása könnyű, a bunklis kialakításának köszönhetően viszonylag stabilan benne is marad, és a csatlakozás bontása sem. Egy túl nagy ördöngőség. Oké, ez nem tök ugyanaz, mint amit akár ő királyi fensége Ferenc József is markolázhatott, hiszen változó funkciókhoz kellett idomítani az idők során, de az alap az ugyanaz maradt. Amikor az 50-es években elterjedtek a hordozható tranzisztoros rádiók, Táska rádió, vaj, na -na -na akkor a jacknek megjelent egy 3,5 mm-es mini és egy 2,5 mm-es még minibb submini változata is. Az utóbbi nem igazán lett népszerű, az előzőnek különböző változatai viszont a mai napig mindenütt megtalálhatók, csak nézetek körül. Ha hihetünk a Wikipédiának, akkor a Jack népszerűsége elsősorban a Sony érdeme, ami az 1960-as évek közepén ebben a rádiójában felkarolta ezt a szabványt, de az igazi áttörést 1979 hozta, amikor megjelent az első Walkman. Vannak arra mutató jelek, hogy a közel 140 éve használt Jack szépen lassan kikopik majd a használatból, <kül> iPhone 7, de a széles körű elterjedése miatt még jó sokáig egész biztos, hogy találkozhatunk vele. Ha ja, egyébként az egész videó azért született, mert néhány napja elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon miért hívják a jet dugót Jack dugót Jacknek. Valószínűleg a név egy korai telefonközpont kapcsoló kialakítás elnevezéséből a jack Jackknife Switchből rövidülhetett. Magyarul kb. bicska kapcsoló lehetne az elnevezésen, nem tudom, hogy van erre hivatalos kifejezés, ha tudtok ilyet, akkor írjátok meg kommentben. És most jöjjön egy abszolút ide nem vágó ajánló. Aki követi a Szertár projektet, egész biztos, hogy hallhatott már a Budapest Science meetup ahol minden hónapban egyszer 3-4 kutató-kutató a kutatásairól beszél a nagy közönségnek. Kutató-kutató a kutatásairól, nem csak kutatóknak, Sóverszeme, kutat-kutat, még 5 6 nap, baktat, Most viszont szintet léptek, és itt a Budapest Science Meetup plusz. Oké, okay, a kreatívot nem vitték túlzásba. Ami annyival több, hogy egyrészt egy nagyon menő helyszínen a Google Groundon lesz, másrészt pedig nemzetközi szakértőket is meghívnak. Az első pilot alkalom most csütörtökön, tehát 18-en lesz. A vendég pedig nem más, mint Anthony Habley, aki a szénbuborék veszélyeiről beszél majd. Az esemény linkjét, mint ahogy az összes többi hivatkozást, itt a videó alatt megtaláljátok. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, ami valószínűleg egy-két napon belül jön, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!